Az ügyfelek érdekeit, Magyarország versenyképességét és a közjót szolgálják a 2016 óta megvalósult fejlesztések, fogalmazott dr. Pajtó Gábor kormány megbízott a megyeházán rendezett projektzárón. Elmondta, amellett, hogy könnyebbé vált az ügyintézés, a korszerűsítéseknek hála a jövőben kevesebbet kell költeni a középületeikre. Heves megyében 20 középület újult meg. A magyar állam, illetőleg az Európai Unió 1 milliárd 130 millió forintot fordított erre a célra. A megvalósulás révén, mondhatjuk most már a megvalósulás, hiszen 95%-ban a beruházásokat átadtuk, gyakorlatilag nem csak igen jelentős energia megtakarításról fogunk beszélni, hanem igen jelentős energia termelésről is. Hozzátette, a projektben megújuló energiaforrásokat is alkalmaztak. Lukács Gábor, a projekt pénzügyi vezetője azt mondta, a nyílászárók cseréje, külső homlokzatok hőszigetelése, illetve a fűtési és világítási rendszer korszerűsítése mellett 14 épületre napelemeket telepítettek, ami hozzájárul azok fenntartható működéséhez. A miniszterelnökséghez mintegy 1300 kormányhivatali épület tartozik, 2018 közepéig ennek 40%-át sikerült teljesen megújítani, fogalmazott dr. Kovács Zoltán területi közigazgatási felelős államtitkár. Egy pályázatban lehet részben épületfelújítást elvégezni energiahatékonysági programból, és mellette megújuló energiát is be lehet vonni, tehát egyszerre két legyet ütünk egy csapásra. Országosan ez az egész energiahatékonysági program mintegy 1160 milliárd forintot jelent. A kormányhivatal középületeit érintő fejlesztések többek között 60-ban, Gyöngyösön, Füzesabonyban, Balassagyarmaton és Egerben történtek.